Mórahalmon valaki virágcsokrot szeretne venni, rendelni, akkor biztosan, hogy Király Ildikó neve jó néhány éve már eszébe jut. Mióta foglalkozik virágkötéssel, miért tekinti ezt hivatásának? 97. február 4-én nyitottam az üzletemet, és abból a célból, mert már ott 20 évesen éreztem, hogy minden embernek valami célja van ebben az életben, és köteles erre úgymond rájönni, és azt követve építeni föl az életét. Nekem a legerősebb tulajdonságom kimondható, hogy a növények iránti vonzalom az. Én ezt fölvállaltam, és azt gondolom, hogy egy életen keresztül szeretném ezt továbbvinni, illetve nem szeretném, fogom továbbvinni. Virágkötőként működöm, bár szívemből, lelkemből kertész vagyok, de sajnos a múltam erre rádöbbentett, hogy kertészként nem fogok tudni olyan jól ténykedni, mint virágkötőként, és nyilván akkor ezt is elfogadva így folytatom. A virágkötőnek egyébként az alap lételeme, mint ahogy a másképp a virágkötőket a lélek révészének is nevezik, egy összekötő kapocs vagyunk ember és növény között. Én ezt fölvállaltam, és ezt a szerepet mindenképp erősítve viszem tovább. Meg szeretném a kis mikrokörnyezetemnek is átadni ezt a minek mondjuk, minden érzésnek mondhatjuk. A maga az épület, amiben egyébként most vagyunk, és amit szeretnénk bemutatni, illetve bemutatunk, az ez eszköz ennek a közvetítésnek a megvalósulásához. Én azt gondolom, hogy nem nagyságra törekszünk, maradunk kicsik, de nemesek és szépek. Picit visszatekintve, honnan indult és hová jutott? Azért ezt azért próbáljuk meg végigölelni ezt a kérdéskört, hiszen ugye az elején még biztosan, hogy egy sokkal kisebb virágüzletben dolgozott, és mára ez a bizonyos, amiről most beszélgetni fogunk, virág átrium fogja majd várni itt a környékbelieket. Hogyan lehetne ezt összefoglalni néhány mondatban? Igen, valóban a láncszemek azok picik voltak eleinte, tehát ott tényleg csak apró léptékekkel haladtunk. A 13 négyzetméter és a 400 négyzetméter között nyilván van különbség, de csak térben, másban nincs. Ugyanazt fogjuk képviselni ugyanolyan módon, illetve hát mindig fejlődve, igazodva a környezetünk igényeihez, meg az egész világ változásaihoz. Kívánunk bővülni, és kívánunk bővebb szolgáltatást nyújtani a mórahalmi, illetve a homokháti kistérség lakosainak. Ez a bizonyos virágátrium, ez mitől lesz más, mint az eddigiek? Nem lesz más. Nem lesz más, ugyanaz lesz, csak mosolygósabb, vidámabb és nagyobb térben. Átkarolva egyébként, tehát mindenképp célunk, hogy átkaroljuk a virághoz kapcsolódó összes tevékenységet, összes igényt, a születéstől a halálig, ami csak belefoglalható, az itt biztos, hogy megoldható legyen. Ha bizalommal fordulnak vásárlóink hozzá, akkor mi a világon mindent megtéve azt ki fogjuk elégíteni igényeiket, alkalmazkodva ahhoz, hogy ők most milyen hangulattal jönnek be, mit kell nekik elintézniük. Jelenleg milyen stádiumban van ez a beruházás, ez a kis építkezés? Aranyos kérdés. Ha a múltunkat látták nyilván a mórahalmiak, akkor azt mondjuk, hogy egy nagyon hosszú készülődés után hirtelen fellendülés, és talán már most azért a startvonal az nem olyan messze van. Ígérjük, hogy átugorjuk minél hamarabb. Konkrét időpontot nyilván most azért nem mondunk, mert a külső tényezők azért nagyban befolyásolnak bennünket, de tavaszra biztos, hogy itt lesz a virág.
Még arról beszéljünk egy kicsit, hogy több részből tevődik össze ez az épület egység. Ugye van itt most látszólag még egy nyitott rész, meg van egy zártabb nagy épületrész. Milyen funkciót fognak ezek betölteni? Na, és ez az a rész, ami nyilván sokakban már megfogalmazódott, hogy és az ott a vas szerkezet miért úgy áll, és miért nem úgy áll, és mi lesz ebből vajon? Hagyjuk ezt meg titoknak még. Egyébként tudjuk, mindennek tudjuk a funkcióját, minden oda fog kerülni, ahova az kell, és egyet tudunk ígérni. Ez egy olyan környezet lesz, egy olyan pici kis terület lesz Morrahalmon, ahova lehet majd délutánonként kisétálni, illetve érdemes lesz kisétálni, akár egy fotó erejéig, akár a gyerekek szaladgáltatása céljából, akár hogy kényelmes környezetbe vegyük meg azt a csokrot, ami egyébként oda kell, hogy kerüljön minden vasárnapi asztalra és minden születésnapra.